Az utolsó simításokat végzik Bonyhádon a József Attila utca alsó szakaszán. A munkálatokat Bonyhádváros önkormányzatának megbízásából májusban kezdte el a kivitelező, és teljes hosszában 297 méteren újították meg az utcát. József Attila utcában a teljes burkolatfelújítást készítettük el, és nem csak a burkolatfelújítást, hanem kicseréltük a teljes víziközmű hálózatot, beleértve az ivóvízhálózatot, a szennyvízhálózatot, sőt az utca alsó szakaszán a csapadékcsatorna is újjáépítésre került. Ezen kívül a teljes utca alépítménnyel együtt új térkőburkolatot is kapott 1400 négyzetméter felületen, amihez még 500 négyzetméter járdaburkolat is csatlakozik. A koronavírus járvány első hulláma alatt kezdődtek meg a munkálatok, ami eleinte labilissá tette a projekt kimenetelét. Az elején megijedtünk, és a munkakezdést azt félve kezdtük el, mert nem szerettünk volna egy félig fölbontott utcát itt hagyni magunk mellett, nem tudtuk, hogy mi történik, leáll a munka, és nem áll le. Ennyiből hátráltatott minket, de komolyabb gondot ez nem okozott. A teljes víziközmű hálózat kicserélése miatt kicsit elhúzódtak a munkálatok, de így is egy hónappal a szerződéses határidő előtt, szeptember 25-én ünnepélyesen átadják majd a megújult utcát. A részben pályázati forrásból finanszírozott projekt 99,5 millió forintból valósulhatott meg.